Régóta tervezem azt, hogy beszélek, mesélek a mai témáról és címről. Lehet, hogy már néhány évvel ezelőtt is megfogalmazódott bennem ez a fajta vágy és késztetés, arra nézve, hogy egy picit jobban kibontsam ezt a témát vagy jelenséget de szerintem már a vált nagyon aktuálissá. Azt is mondhatnám, hogy sajnos. Én azt gondoltam, még mondjuk a 80-as években, hogy később, felnőtt korunkra, sokkal uh, szebb, jobb világban fogunk élni, bár azt gondolom, hogy a 80-as uh, Évek időszaka nagyon csodálatos volt, bár most is egy ilyen nyugodtabb érában élhetnénk, de én azt gondolom, hogy akik esetleg még a korábbi rendszerből származnak, ők ugyanígy vélekedtek, vélekednek. Igen, szoktam olyanokkal beszélgetni, akik minimum 40-50 évesek, tehát akik mondjuk azt, hogy az én korosztályomat képviselik, vagy hát ugye ennél idősebbek, és igazából mindenkinek ugyanaz a véleménye. Nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki ne azt mondta volna el, hogy régen mennyivel jobb volt, és mennyivel kiegyensúlyozottabb életet élhettünk, és hogy hát igen, ők sem gondolták azt, hogy mára ennyire megváltozik a világ, hogy ennyire kiüresedik. Persze, tudjuk nagyon jól, hogy anyagilag sokkal több minden van, nagyon sok minden található már meg ezen a bolygón, viszont érzelmileg nagyon sokan kiüresedtek, az emberek eltávolodtak egymástól. Nagyon nehéz most már igazi közösségeket alkotni, nem úgy, mint annó. Ha a 70-es és a 80-as évekről beszélünk például, akkor tudjuk nagyon jól, hogy teljesen másfajta viszonyok, interakciók, szimbiózisok léteztek. Egyébként nekem erről a témáról, mindig az jut eszembe, hogy ha jól emlékszem, akkor kilenc évesen kaptam egy úgynevezett kitüntetést, emléklapot, kitűzőt az egész iskola előtt, azért, mert nagyon sokat tettem már akkor is a különböző közösségek létrehozásáért, és azért, mert nagyon figyelmes voltam, figyeltem az osztálytársaimra, és mindenféle közösségi rendezvényen, eseményen részt vettem, sőt, hát ugye mi színpadosok voltunk, nagyon sok mindent szerveztünk, rendeztünk azért, hogy ezek a közösségek éljenek. Tehát mondhatom azt igen, hogy a 80-as években. Kaptam a Magyar Úttörő Szövetségtől egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy szerintem ez egy elég fontos és komoly kitüntetés volt akkor, mivel, ahogyan mondtam, az egész iskola előtt adták át, úgymond ezt a kitüntetést vagy elismerést, és, és kilenc éves voltam. Körülbelül, igen, úgy emlékszem, hogy kilenc éves voltam. Igen, igen. Valamilyen szempontból meglepődtem, mert nem számítottam rá, de akkor valamilyen érzés megfogalmazódott bennem. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor hangosan ugye kimondták a nevem, ki kellett menni, átvettem ezt a, az oklevelet, biztos, hogy kaptam mellé valamilyen könyvjutalmat, nem tudom, nem emlékszem rá pontosan, mert hát elég régen volt. És ahogy visszaálltam a sorba és hallgattuk ugye a további beszédeket, akkor valami nagyon erősen és mélyen megfogalmazódott bennem. Lehet, hogy már akkor is éreztem azt, hogy, hogy később mi lesz a dolgom, vagyis hogy ma. Sőt, biztos. Sőt, azt mondom, hogy már fiatalabb koromban is tudtam. Tudtam azt, hogy nekem majd nagyon sokat kell beszélnem, mesélnem, talán valamilyen szempontból benne tartani a lelket az emberekben. Egyébként sok ilyen visszajelzést kapok, aminek én nagyon örülök. Tehát nagyon sokan leírják azt, hogy, hogy ezek a felvételek, cikkek, interjúk, alkotások, fotók, bármik, az emberekben tartják a lelket, hát azokban, akik ugye figyelemmel kísérnek, olyan is volt, aki azt írta, hogy szerintem én megmentettem nagyon sok ember életét ezekkel a felvételekkel, információkkal, mert hát igazából itt erről van szó, hogy én próbálok nagyon sok olyan információt átadni, amelyekkel valamilyen szempontból átorokíthatjuk saját magunkat egyik napról a másikra. Nekem sem könnyű, nagyon nem könnyű, de örülök annak, hogy. Szabad alkotóvá váltam. Nyilván ez is volt a dolgom, és ahogyan mondtam, ezt már gyerekkoromban is éreztem, és főleg akkor, amikor a közösségi szemléletért, vagy a közösségek megformálásáért tulajdonképpen én valamiféle elismerést kaptam, és amikor visszaálltam a sorba, ugye a többi osztálytársam közé, nagyon őszinte leszek, éreztem azt már akkor is, ennyi idősen, hogy én úgymond más leszek, mint a többiek. Nagyon sok szempontból, tehát igen, nagyon sok szempontból más vagyok, így is, úgy is, meg amúgy is. És mondhatnám azt is, hogy igen, nagyon erősen kilógok most már emes sorból, akkor is kilógtam, mert ö, úgy emlékszem, hogy ilyen elismerést akkor csak én kaptam abban az évben. És ahogyan mondtam, a Magyar útörök Szövetségétől kaptam ezt a, ezt a kitüntetést, hát nyilván, hogy az akkori ottani iskolai ö, rendszertől. De, de, már akkor megfogalmazott bennem az, hogy, hogy nekem később is ez lesz a dolgom, és ilyen nagyon érdekes érzést, energiát éreztem. Lehet, hogy akkor is már nagyon sok energiát kaptam arra nézve, hogy mondjuk kibírjam a mostani korszakokat, mert hogyan mondtam, sajnos már nagyon sok minden megváltozott. Azt is mondhatnám, hogy totálisan kifordult minden, és teljesen ellentétes életet, korszakot élünk, mint amit például a 80-as években. Gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van a hallgatók között, akik például még a 80-as és a 70-es éveket átélték. Én nagyon örülök annak, hogy átélhettem ezt az időszakot valamilyen szempontból, persze nem az egészet, de a 80-as éveket elejétől a végéig nagyon-nagyon emlékszem rá, emlékszem az érzéseimre, a lelki állapotomra, arra, hogy mennyire kiegyensúlyozott voltam, mennyire önazonos voltam, semmitől nem féltem, azt sem tudtam, hogy mit jelent az a szó, hogy félelem. Nem tudtam. Nem tudtam, és nem is érdekelt ez a dolog, mert mert nagyon határozott voltam ugyanakkor. Hát mondhatjuk azt persze, hogy nagyon békés korszakot éltünk, és lehet, hogy ezért is volt az, hogy az ember mint olyan sokkal kiegyensúlyozottabb volt, biztos. Aztán ugye elkezdett romlani, hanyatlani a morál, sajnos. Ezt még mondjuk a 90-es években annyira nem éreztem, de mondjuk már lehet, hogy a 90-es évek közepétől talán. Aztán eljutottunk ugye az ezredfordulóig, fordulóig, az én életemben talán 2008-ban változott meg nagyon sok minden. Igen. 2008-ban már éreztem azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és azóta szerintem egyre jobban csúszunk lefele. Én 2008-ban alapítottam meg a Damai Békés magazint, akkor még nem programként működött, vagy működtünk, akkor még csak online felületek voltak. De már akkor éreztem azt, hogy létre kell hoznom ezt a bázist, mert nagyon sok negatív energia fog begyűrűzni. És látjuk azt, hogy sajnos eljutottunk odaig 2022-re, hogy most már tényleg tarthatatlan állapotok vannak. Igazából mondhatjuk azt, hogy már annyira el elidegenedtünk egymástól, és annyira felborult a rend, a morál, hogy. Szerintem most már valamit tenni kellene. Persze eddig is nagyon sok mindent tettünk, és nagyon sokan. Tehát én azt látom, hogy ezért rengeteg olyan ember van, aki, aki szeretné azt, hogy egy sokkal jobb világban éljünk. De mondok még valamit, lehet, hogyha azt meg tudnánk teremteni, hogy visszahozzuk a, a 80-as évekbeli érzéseket és állapotokat, már akkor is nagyon jól járnánk. Pont tegnap beszélgettem az egyik nagyon jó barátnőmmel, és hát ő mondjuk egy picit fiatalabb nálam, hat évvel, de ő is a, hát ő a 80-as években született, igen, a 80-as évek közepe táján, és hát ő is tulajdonképpen már eme korosztályhoz tartozik, majd nem, igen, de az a lényeg, hogy még ő is emlékszik a, a régi szép időkre, és ő is ugyanúgy nosztalgiázik, ahogyan én, és ő is csak úgy bírja ki a mai korszakot, hogy esetleg hasonló dolgokkal foglalkozik, mint amelyekkel én. Én például állandóan a Szocializmus Hagyatéka című oldalt kutatom, <laughs> nem állandóan, de sokszor, meg ugye nézem a régi magyar filmeket, az 50-es, a 60-as, a 70-es évekbeli alkotásokat, belehelyezem magam, visszahelyezem magam ebbe a korszakba, érába, mert a maival nem tudok azonosulni, nem is szeretnék, és akkor hát én így alkotok, és így tudok nagyon sok mindent létrehozni, meg feltölteni saját magamat, az a kapcsolatban, hogy hát, hogy valahogyan az ember, ugye, ezt a mai nagyon démoni korszakot át tudja vészelni. Na igen, és a barátnőm is azt mondta, hogy hát ő is úgymond visszasírja, a rendszerváltás előtti időszakot, és hogy neki is nagyon hiányoznak az akkori dolgok. Minden, tehát igazából minden. És ő is azt mondta, hogy szerinte is minden megváltozott, minden kifordult önmagából, minden jobb volt, minden jobb volt, főleg, hogyha például a termékekről beszélünk, a különböző élelmiszerekről, a különböző eseményekről, a társadalmi helyzetekről. Ugye hát nagyon sok területet ide lehet venni, igazából minden területet. Nyilván, hogy az embereknek a lelki állapota is sokkal jobb volt, Fantasztikus volt, tehát szerintem a 80-as évek volt a legcsodálatosabb időszak. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy nagyon örülök annak, hogy én átélhettem, benne lehettem. Egy dolgot hiányoltunk volna, hogy mindketten azt mondtuk, hogy az internet nagyon hiányzott volna, vagy hiányozna akkor, hogyha most is például a 80 években élnénk, bár lehet, hogy ez sem igaz, nem tudom. Azt tudom, hogy én nagyon függök most már az internettől, hiszen mindent itt bonyolítok le, illetve nem mindent, de nagyon-nagyon sok mindent, ugye. Nagyon sok megkeresést kapok, rengeteg levelet, és hát minden előadásom itt fut, itt is, és itt tudok megnyilvánulni, mivel, hogy más csatornát úgymond nem tudok birtokba venni. Annak idején próbálkoztam, ezeket az ötleteket rengeteg helyre elvittem, és hát én is dolgoztam különböző tévés csatornáknál, de amit mondtam, aztán 2008-tól azt vettem észre, hogy rengeteg negatív energia gyűrűzött be a médiába, és ez a még élesebbé, erősebbé vált. Most uh, uh, látok magam előtt egy képet. Megjelent egy kép, ami egy ilyen üvöltő uh, farkast <laughs> hábrázol. Vagy mondjuk úgy, hogy egy... Uh, egy sakált. Tehát valahogyan én azt érzem, hogy elértünk egy ilyen korszakba. Igen. Valamiért ez a kép jelent meg, hogy egy farkas áll a sziklán, vagy egy sziklán, és üvölt. Vonyít. Na, ez jobb szó. Vonyít. Ez nagyon jó szó illetve nem jó, mert jó lenne, ha nem így lenne, de igen, egy üvöltő, farkast, sokált látok, aki vonyít, a hegy tetején, nagyon magasan, és csak a, a csillagos ég és a hold látszik fölötte, mert nyilván éjszaka van, szerintem itt tartunk most. Igen, szerintem ez egy nagyon jó szimbólum. Biztos, hogy nem véletlenül jelent meg ez a kép, előttem, miközben ugye próbáltam azt leírni, hogy hova jutottunk. Igen, én azt gondolom, hogy itt tartunk, sajnos. Hát jó kérdés, hogy ez a fajta vonyítás, mint olyan megszűnik-e, hogy vissza tudunk e térni az eredetbe, a rendbe, hogy ki tudunk-e alakítani újra olyan állapotokat, mint amelyek például a 80-as években voltak. Ahogyan mondtam, lehet, hogy nem hiányozna az internet. A barátnőm azt írta, hogy nyilván akkor még nem tudtuk, hogy mi az, hogy internet, mert a 80-as években nem volt, és hogyha valamiről nem tudunk, vagy valamit nem ismerünk, akkor ez nem is tud hiányozni. Erre mondtam neki azt, hogy az a nagyon érdekes, hogy én, én már akkor is éreztem valamit, de inkább a 90-es évek elején. Sőt, én rajzoltam olyan Telefonokat is, már uh, talán 92-ben, amelyek olyanok voltak, mint a mobilok. Tudtam azt, valamilyen szempontból éreztem, vagy tudtam, hogy a mai korszakban az emberek így fognak tudni kommunikálni. Egyébként ezek a rajzok még megvannak. Igen, azt is tudtam, hogy lesznek olyan emberek, akikkel csak ezeken a felületeken tudok majd kapcsolatot tartani, mert valamiért nem tudunk találkozni fizikálisan. Persze nagyon jó kérdés, hogy miért nem, és az is nagyon jó kérdés, hogy ez biztos, hogy így van-e. Mert tudni tudnánk, de valamiért vagy nem akarunk, vagy nem merünk. Na, hát ez változott meg a 80-as évek óta. Nagyon sokat meséltem már arról, hogy mennyivel másabb viszonyok voltak annó, mint ma. Például szerintem érdemes meghallgatni azt a felvételt, ami a Telefon Papa című 82-es filmről szól. Illetve hát ugye ezt a filmet kezdtem el elemezni, kezdtem el, hát három és fél órás lett ez a, ez a felvétel, de ott szerintem nagyon szépen összehasonlítottam a 80-as évekbeli viszonyokat azzal, hogy ma mi van jelen. Mondhatjuk azt, igen, hogy minden totálisan kifordult, és minden visszaütött, nagyon keményen, nagyon erősen. De mondok még valamit. Ezekről az állapotokról is rajzoltam és írtam már gyerekkoromban. Valahogyan én ezt éreztem, vagy lehet, hogy számomra ezek a tételek szándékosan lettek kinyilatkoztatva. Szerintem azért, hogy felismerjem a vállalásomat, tudjam azt, hogy nekem mi lesz a dolgom. Arról is beszéltem már, hogy nagyon sokan szerettek volna engem látni más helyeken, és le akartak beszélni arról a fajta munkáról, amit most végzek. Nem tudtak. Azért nem tudtak, mert ahogyan mondtam, én ezt már gyerekkoromban is éreztem, hogy egy ilyen feladattal kell jelen lennem, pontosan azért, hogy megpróbáljak segíteni. Talán hitet adni. Talán olyan tételeket felvázolni, amelyekre ma nagyon is szükség van. Tudom azt, hogy ma nem ez a divat, és hogy a mai emberek nem ilyen témákkal foglalkoznak jó részt pont ezért kellett nekem ezt a vállalást vinnem, elvállalnom, aláírnom, hogy legyen egy ilyen fajta alternatíva is. Én a Damai Békés magazint 2008-ban pontosan ezért hoztam létre, hogy legyen egy másfajta alternatíva. De akkor még nem burjánzott el ennyire ez a nagyon sok negatív erő, mint ugye napjainkra, de ahogyan mondtam, szerintem már akkor is valamilyen szempontból lehetett tudni sejteni, bár lehet, hogy igazából ezt soha nem tudatosítottuk, mert mindig reménykedtünk abban, hogy na majd a következő év sokkal több boldogságot, szerencsét, kiegyensúlyozottságot hoz az emberek életében. Nem így történt. De én azt mondom, hogyha valaki felkészült, és tanulmányozza a szent iratokat, a kinyilatkoztatásokat, akkor, hát akkor sajnos ezt lehetett tudni. De én azt is mondom, hogy ezekből a helyzetekből nagyon sok mindent felszínre lehet hozni, és nem csak önmagunkból. Tehát itt nem csak az a lényeg, hogy, hogy én párfordulásokat tegyek, hogy megváltozzam, hanem az is nagyon fontos, hogy az emberek elérjék az önvalójukat, és mindenki aktiválja, a bennük lévő, rejlő képességeket, energiát, tudást. Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetek vannak és voltak, főleg ez alatt a néhány év alatt, de én azt mondom, hogy minden helyzetet kell valahogyan kamatoztatni, muszáj, muszáj. Én azt gondolom, hogy nincs más út. De ugyanakkor persze segíteni kell, és ugyanakkor nagyon nagy empátiával is kell lenni, és én is így vagyok, de de saját magamat is vizsgálom minden egyes helyzet kapcsán, és azt nézem meg, hogy egy-egy ilyen nehéz ügy, vagy nehezebb ügy mit hoz ki belőlem. Hát belőlem azt hozta ki, hogy létrehoztam egy önálló programot, felépítettem egy önálló magazint, amit 13 éve vezetek, rengeteg interjú készült, 812 felvétel, több százan csatlakoztak, vagy kerestek meg. Ez alatt az idő alatt nagyon sokat konzultáltunk, nagyon sok embernek adtam hitet, energiát, és rosszul mondtam, mert nem több száz ember csatlakozott, több százan kerestek meg mondjuk különböző levelek által, több százezren csatlakoztak. Hiszen, hogyha minden egyes felületet ide veszek, és minden egyes látogatói számot így egybe vegyítek, akkor több mint 1 millió 250 ezer vagy 300 ezer Damai Békés magazint és programot követő egyén van. Hát ezt most nem fogalmaztam meg olyan túl szépen. Az a lényeg, hogy persze vannak hallgatók, olvasók, olyanok is, akik tanulnak, elemeznek, eme tételek által, amelyeket ugye én átadok, de az biztos, hogy több mint egy millió ilyen bejegyzés volt már, vagy látogatói szám, hogyha minden egyes felületet összevettek, és szerintem ez jó. Ez nagyon jó, főleg úgy, hogy tudjuk nagyon jól, hogy ma Hát nem az a divat, hogy ilyen tételekkel foglalkozzanak az emberek, és lehet, hogy mondjuk, hogyha valaki megoszt egy ö, ö, olyan videót, amelyben mondjuk egy hölgyike <laughs> éppen az alakját formálja, akkor akár néhány napon belül is ez a videó elérhet egymilliós nézettségi számot, hát annyit, amennyit mondjuk én 13 év alatt. Vagy azt látom, hogy azok a videók, amelyekben különböző ételeket készítenek, hát ezek is nagyon menők, bár ezt sem értem igazából, mert sokszor úgy vagyok vele, hogy hát én azt látom, hogy az internet, mint olyan, ez a felület tele van ilyen videókkal. Én sokszor ilyen egyen mintákat látok, nagyon ritkán látok olyan lelkeket, egyéneket, akik különleges. Dolgokkal foglalkoznak, vagy egyediek, és nem másokat utánoznak, meg majmolnak. Hát ezért mondtam azt, hogy szerintem szükség volt és van különböző alternatívákra, de én ezt már gyerekkoromban tudtam. Igen, igen, és tudatosan készültem erre a vállalásra, különben nem kezdtem el volna mondjuk dolgozni hat évesen színpadokon, aztán 14 éves koromtól. Újságíróként és 19 éves koromtól televíziós riporterként, műsorvezetőként, stb. Nagyon érdekes az, hogy, hogy szerintem vannak olyan emberek, akik kiválasztottak. Tehát akiknek lehet, hogy úgymond megmondták felülről, hogy milyen úton kell végigmenniük, pont azért, hogy segítsenek másoknak, és hogy, hogy fel tudjanak készülni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk én ezt a 812 felvételt létre tudjam hozni, vagy ahogyan létrehoztam, ahhoz nekem 86-tól, vagy 85-től el kellett kezdenem dolgozni színjátszóként, meg narrátorként, és utána pedig a többi vállalást vinni. Mert ha akkor nem kezdem el ezt az egészet, és azóta nem dolgozom folyamatosan a médiában, akkor ez a 812 felvétel tudti, hogy nem jön létre. Biztos, hogy nem. Persze, most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy hiányzott volna ez a 812 felvétel, ha nem jön létre. Vagy hogy szegényebb lett volna tőle a világ, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ezeknek a felvételeknek tulajdonképpen semmi jelentőségük nincs, és igen, hát voltak olyanok, akiktől ezt már megkaptam, annó, hogy igazából hogy ez mi, vagy, vagy, hogy ezek miért vannak, miért működnek, hogy, hogy, ennek az egész programnak mi az értelme. Hát sajnálom azokat az embereket, akik ilyen lelki szegénységben élnek, és mondjuk nem veszik azt észre, hogy ezekre az energiákra mondjuk miért van szükség. Azt szoktam mondani, hogy én is egy csatornát működtetek, egy olyan csatornát, amelyben ugyanúgy minden nap van adás, mint ha mondjuk egy nagyobb országos csatornát veszünk ide alapul, vagy mondok még valamit, szerintem én úgy működöm, mint egy rádió, igen. Mivel, hogy itt egyenlőre még csak ugye hangfelvételek vannak, de ahogyan mondtam, szeretnék újra riportokat forgatni, filmeket készíteni, és akkor nem csak hangfelvételek lesznek, tehát igen, ez úgy működik, mint egy önálló rádió. Azt nem mondom, hogy egy személyes, mert vannak segítőim, természetesen. De hát beszélni ugye csak én beszélek egyelőre, mert nekem van ilyen beszélőkém. Tehát igen, mondhatnám azt, hogy ez egy ilyen önálló, és nem egy személyes rádió, mert sokan csatlakozunk eme körbe-közegbe. De nagyon sok felé tudjuk így elszórni ezeket az energiákat, átadni, hiszen nagyon sok országból követnek, de ha nem lett volna internet, akkor ezt nem tudom megcsinálni, és nem követnének sok országból, sehonnan, mert nem tudtam volna ezeket a gondolatokat úgymond az éterbe kiküldeni. Tehát igen, ezért mondtuk azt, hogy jó, hogy van az internet, hogy működik az internet, Nyilván nem véletlenül ehhez a vállaláshoz mindenképpen szükség volt az internetre. Tehát mondjuk ezt még a 80-as években nem tudtam volna megcsinálni, sőt, még a 90-es években sem nagyon. Hát most. Most tudjuk az online térben, amivel szerintem nincsen semmi gond. Tehát azt is tudom, hogy nagyon sokan szidják úgymond az internetet. Nem tudom, hogy miért. Nagyon sok jó dologra lehet használni. Én arra használom, hogy így nagyon sokfele tudom áramoltatni ezeket az energiákat. És örülök annak, hogyha még több emberhez eljutnak ezek az információk, ismeretek. Szerintem szegényebb lett volna a világ, akkor, hogyha ez a 812 felvétel nem jön létre, nem azért, mert én készítettem őket, és nem azért, mert mindegyik az én nevem alatt fut, hanem Azért, mert, amit mondtam, olyan ismereteket próbáltam átadni, olyan információkat, amelyek tényleg valóban nagyon sok ember életét megmenthették, nagyon sokan kivirágoztak, önmagukra találtak, és ez az, amire ma nagyon-nagyon nagy szükség volt és van. Tehát igen, én azt gondolom, hogy... Vannak olyan emberek, akiket valamilyen szempontból ez a nagy egyetemesség, vagy nevezzük, olyan szeretnénk, kiválaszt valamire. Hát egy ilyen misszióra. Ez egy nagyon erős misszió, amit én viszek. Nyilván dolgozhatnék máshogyan is, de, de nem dolgozom más, hogy amivel én felismertem a vállalásomat, ez egy nagyon szent vállalás, és én akkor is viszem ezt, hogyha nehéz, vagy egy picit nehezebb, bár nem biztos, hogy nehezebb, mert nem igaz. Nagyon nagy szabadságban élek, alkotok, és akkor mondhatjuk azt, hogy akkor innentől kezdve nem nehezebb, hanem könnyebb. Igen. Én imádom ezt a munkát, és imádom azt a fajta lényt, vagy önvalót, amire én rátaláltam tulajdonképpen ez alatt az idő alatt. Úgyhogy igen, pálmával azt mondtuk, hogy mindent visszasírunk tulajdonképpen a 80-as évekből, egyetlen egy dolog hiányozna az internet. Most van internet, de igazából mondjuk azt, hogy semmi más nincs, ami mondjuk a 80-as években volt, és jó volt, nem tudom, hogy mi az, ami még ugyanolyan, mint ami például a 80-as években volt. Ki mit mondana erre? Van olyan valami, ami ugyanolyan maradt, mint a 80-as években? Szerintem nem. Én nem tudok ilyen dolgot mondani. Mert szoktam vizsgálni a különböző termékeket, az élelmiszereket például, és én nem találok nagyon olyan élelmiszert, ennivalót, vagy bármit, aminek a minősége ugyanolyan lenne, mint például a 80-as években. Egyrészt. Másrészt, ahogy mondtam, hát az emberek közötti viszony sem rég nem olyan már, ugye tudjuk, hogy, hogy mennyire úgymond hát eltávolodtunk egymástól. Lehet, hogy a technikai vívmányok sokkal erőteljesebbeké és modernebbeké váltak, vagyis hát ezek az eszközök, és ahogy mondtam, már nagyon sok minden megtalálható, hát ugye sajnos tömegtermelés van, dömping van, de ennek ellenére szerintem mégis lehet, hogy sokkal szegényebbek vagyunk, mint a 80-as években. Szerintem a 80-as években sokkal gazdagabban éltünk, nem anyagilag. De lehet, hogy anyagilag is, de én nem ezeket a szegmenseket vizsgálom soha. Mert igazából ez engem nem is nagyon érdekel. Engem az érdekel, hogy az emberek hogyan élnek, működnek közérzetileg, lelkileg, hogy mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak, vagy sem. Hát azt kell mondani, hogy sajnos ez az egész a visszajára fordult. Persze nagyon jó kérdés az is, hogy a média mennyire hibás eme dologban, én azt gondolom, hogy nagyon erősen, de nagyon sokszor elmondtam azt is, hogy a médiát jó dolgokra is lehetne használni, hát például olyan tételek átadására, mint amilyen tételeket átadok én is. Persze nem kell mindenkinek ilyen témákkal foglalkoznia, de hogy szeretet energiát áramoltassunk, nagyon sok figyelmet és pozitív rezgést, rezonanciát, azt szerintem mindenkinek dolga lenne, mondjuk azt, hogy mindenkinek, aki a médiában él, működik és tevékenykedik, de hát igazából most már szerintem majdnem mindenki. Hiszen mindenkinek a kezében ott van a mobiltelefon, bárki, sajnos bárki bármit megoszthat. Ezért van az, hogy ennyire úgymond felhígult ez a közeg, mert régen, annó csak azok szerepelhettek a médiában, akik szakemberek voltak, és minimum legalább tudtak beszélni, fogalmazni, helyesen írni, gondolkodni, és tanultabb lények voltak, hát nem úgy, mint most. Hát igen, mondjuk azt, hogy erkölcsi fertő van. Én ezt érzem, hogy elértünk egy ilyen állapotot, hogy egy nagyon erős erkölcsi fertőben kell létezni. Én olyan szempontból próbálom magam kivonni ebből az egészből, hogy csak a saját feladatomra koncentrálok, mert ha nem erre koncentrálnék, el, elúsznék, elvesznék ebben a nagyon sok mocsokban, ami van. Nagyon-nagyon sok mocsok van sajnos a mai korszakunkban, de mondjuk azt, hogy, hogy lehet, hogy pont ezáltal sokkal több mindent hozunk ki saját magunkból, én is sokkal küzdőképesebbé váltam, noha én mindig is nagyon erősen küzdöttem mindenért. Lehet, hogy az ember már nagyon el van fáradva, mert sokszor én is, de, de lehet, hogy ezek a tények, helyzetek, szituációk Valamilyen szempontból azért húznak és motiválnak. Jó kérdés, hogy ennek mikor lesz vége, vagy vége lesz-e egyáltalán, és hogy meg tudunk-e nyugodni, hogy lesznek-e újra békésebb korszakok, remélem, hogy igen, én ezért dolgozom. 13 éve mondjuk azt, hogy tényleg majdnem teljesen önzetlenül. Persze mondhatnám azt is, hogy gyerekkorom óta ezért dolgozom de most már az interneten is, hogy még több helyre eljussanak ezek a gondolatok. Hát, ha segítenek és támogatnak. Ami bennem még megfogalmazódott, az az, hogy mindenképpen azt a címet szeretném adni a mai adásnak, és szerintem ami nagyon erős, hogy magyar közöny. Tudjuk azt, hogy létezik egy olyan. mondjuk azt, hogy fórum, felület, szegmens, rendszer, kiadvány, ami a magyar közlöny nevet, címet viseli. Sajnos eljutottunk egy olyan korszakba, ahol már nem csak magyar közlöny van, hanem magyar közöny is. Tehát az elbetűt, mint olyat, valahogyan ki kell venni, eme szóból, fogalomból, illetve nagyon sokan kivették belőle. Meg kellett tapasztalni a, magyar, a jó magyar közönyt, ami sajnos szerintem mára, már már-már csak, majdnem hogy csak hungarikummá vált. Sajnos, ezt kell mondani. A jó magyar közöny, hogy az milyen? Hát az olyan, hogy eljutottunk egy olyan korszakba, hogy én azt látom, sőt az a tapasztalatom, hogy most már két ember is alig tud leülni, beszélgetni. Annak idején, ha például a 80-as évekről beszélünk, akkor 10-20-30-40 ember is kohéziót alkotott képzett. Ez az, amit mondtam, hogy valami, na valami nagyon lecsökkent, valami nagyon kiveszett a mai világból folyamatosan, tehát ez nem mondjuk ilyen egy-két napos ügy eredménye, folyamatosan vesztek ki ezek az energiák, a pozitív rezgések, a szeretet, az egymásra való odafigyelés, és eljutottunk oda tulajdonképpen egy olyan korszakba, hogy a mai adásnak azt a címet kell adnom, hogy a magyar közöny. És mondhatom azt, hogy a magyar közönyben is nagyon sok minden megfogalmazódik, és nagyon-nagyon sok cikket és beszámolót tudok, vagy tudnék írni, és átadni, mivel nekem is rengeteg tapasztalatom van, megdöbbentő az, hogy mennyire úgymond eltérítették az emberi lelkeket, hogy nagyon sokan milyen szinten megváltoztak, hogy mennyire bezártunk, mert valamilyen szempontból én is, igen, de nyilván ez azért is van, mert az elmúlt 10-12 év alatt az ember nagyon sokat csalódott, nagyon sok negatív dologgal találkozott, és azért, mert szerintem nagyon sok mindenbe belefáradtunk. Egyébként, ahogy mondtam, ezt a felvételt már egy-két évvel ezelőtt is szerettem volna elkészíteni, és lehet, hogy el is kezdtem, csak aztán letöröltem. Azért, mert tudtam azt, hogy gondolom, hogy tudtam, vagy sejtettem, hogy még várnom kell. Hogyha valamiről nem tudok folyamatosan beszélni, és közben így megállok, és ilyen blokkokat érzek, akkor az azt jelenti, hogy még nincs itt az idő, és olyankor én leállok. Akkor leállítom a felvételt, készpont, hagyom ezt az egészet. Mert ö, rájöttem arra, hogy ö, hát ilyenkor még nincs annyi energia, vagy nincs annyi tapasztalatom, amit át tudnék adni, és ilyenkor várni kell. Hát igen, kellett még várnom, nekem is még olyan plusz egy-két évet, de főleg a tavalyit ki kellett várni. A tavalyi év nagyon erős volt, nagyon nehéz volt számomra, és azt gondolom, hogy minden ember számára. És mára jutottam el oda, hogy most már ugye folyamatosan tudok beszélni erről a témáról azért, mert még több tapasztalatom van. Még több mindent megéreztem. Nagyon sok mindent láttam, és persze több emberrel is konzultáltam azóta, jobban összetudom rakni a képet. Több érzés szabadult föl, és ezekből az érzésekből tudok valamit gyúrni. Persze sajnos nem túl szép ez a kép, vagy ez a forma, de én azért beszélek ennyit, hogy, hogy hát a találunk közös megoldásokat. Nagyon érdekes az, hogy amióta felütötte a fejét ez az úgynevezett pandémia, azóta sokkal kevesebb ember keresett meg, mint azelőtt. Nyilván, hogy ez azért is van, mert annó még az emberek sokkal felszabadultabbak voltak, és hát mondjuk azt, hogy nem a túlélésért küzdöttek, vagy küzdöttünk. Bár én nagyon sokszor küzdöttem előtte is a túlélésért, hiszen azért egyedül fenntartani mondjuk különböző lakásokat, különböző apparátusokat nem olyan egyszerű, sőt, nagyon nem egyszerű, de hát én mondjuk azért örülök ennek, mert sok mindent kihoztam saját magamból, nagyon megedződtem, mindenféle szempontból így is és úgy is. Igen, és talán azért is, mert most már könnyedebben veszem ezeket az akadályokat, és nem vesztem el. Például mondjuk tavaly. Tavaly szerintem nagyon sok ember elveszett. Persze nem mondom azt, hogy fizikálisan, de lelkileg biztosan. Nagyon sokan szerintem úgymond feladták ezt a harcot, hát majdnem én is. De aztán rájöttem arra, hogy nekem ezt tulajdonképpen nem szabad feladni, tovább kell menni, tovább kell magamat örökíteni, beszélni kell, és egy év alatt így született meg 290 új felvétel. Tehát én folyamatosan próbáltam a lelket tartani az emberekben, meg persze saját magamban is. Csak így tudtam átvészelni a tavalyi évet, hogy ennyi előadás született, hogy állandóan gondolkodtam, elemeztem, kutattam, vizsgálottam, beszéltem, interjúkat készítettem, konzultáltam, stb. stb. Szinte alig álltam meg. Alig álltam meg. Mondhatom azt, hogy minden egyes nap dolgoztam folyamatosan. Hát csak aludni szoktam közben, meg mondjuk ebédet főzni, meg bevásárolni, meg edzeni, de egyébként én folyamatosan dolgozom, és folyamatosan kutatók ezért, mert tudtam azt, hogy ez egy ilyen korszak lesz, és hogy ezt a korszakot csak így lehet átvészelni, túlélni. És én azt gondolom, hogy az alkotók, akik alkotói vénával vannak megáldva, ugyanígy dolgoztak, ugyanígy működtek, mert gondolom, hogy ők is megérezték azt, hogy, hogy ezt kell tenni. Na most, ahogyan mondtam, sokkal-sokkal kevesebb ember keresett meg tavaly például, mint a korábbi években. Előtte alig győztem visszaválaszolni a levelekre. Tényleg dömpingszerűen jöttek a különböző megkeresések, aztán ez az egész leredukálódott. Hát igazából mondhatom azt, hogy amiről én úgy gondolkodom, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy nem is volt baj, mert legalább tudtam pihenni, elmélkedni, és többet eme burokban lenni, működni. Így tudtam plusz 290 új felvételt létrehozni, egyébként szerintem nem tudtam volna. De mégis azt vettem észre, hogy még inkább eltávolodtunk egymástól. Szerintem ezt szándékosan generálták, ugye? Persze jó tudjuk azt, hogy a különböző helyzetek miatt, arra kérték az embereket, hogy tartsanak távolságot egymástól, de szerintem itt nem csak arról volt szó, hogy mi fizikálisan tartsuk meg ezt a távot, hanem sajnos szerintem azt is el akarták élni, érni, hogy lelkileg is ez ugyanígy legyen. Hogy emberileg, hogy emberileg hogy ez megtörténjen, és sajnos meg is történt. Tehát azt mondom, hogy emberileg is nagyon erősen eltávolodtunk egymástól, de ezt magamon is érzem. Gyerekkoromban ezerszer nyitottabb voltam. Ezerszer nyitottabb voltam, például a 80 években, mert akkor még sokkal nyitottabbak is lehettünk, akkor még nem sértettük meg egymást, nem voltak bántalmazások, nem volt az, hogy az emberbe belerúgtak, és akár ezt szó szerint is kell érteni, vagy lehet érteni, nem volt az, hogy úton útfélem megaláztak, hogy a családtagok egymás ellen fordultak, hogy ledegradáltak, hogy semmibe vették az emberek munkáját, a lényét, hogy kicsúfoltak, hogy, hogy azokat az embereket kezdték el támadni, akik mondjuk másként élnek, gondolkodnak, ahogyan én, hogy szabadúszó vagyok, hogy próbálok önállóan működni, hogy nem álltam be a sorba, hogy ezeket a felvételeket készítem, és nem valamiféle bulvárlapnak dolgozom, vagy valamelyik kereskedelmi csatornánál. Tehát igen, azt kell látni, hogy ma az egyediségeket, vagy az egyéni, egyéni embereket, az egyedi lelkeket folyamatosan támadják, nem fogadják el őket, hát engem sem. Tehát engem sem fogadnak el nagyon-nagyon sok helyen, pont ezért. És mondok még valamit, hogy... Annak idején például, amikor én televíziókban dolgoztam, és újságíró, riporter voltam adott helyeken, tehát amikor még nem szabadúszó voltam, hát bocsánat, most majdnem kimondtam ezt a szót, de kimondhatom, hogy sokkal többen nyalták a eggemet, mondjuk így, igen, tehát, hogy sokkal többen nyaltak. Mindenféle szempontból, amióta szabadúszó vagyok, azóta, azóta nem. Na most... Eszembe jut egy nagyon fontos gondolatiság, amit Ferrari Violetta mondott ki, remélem, hogy őt mindenki ismeri. Csodálatos színésznő volt egyébként, nekem a Gázolás című filmben nagyon-nagyon tetszett, amelyben Darvas Iván partnereként is játszott. Fú, ez egy fantasztikus film, szerintem erről is készítek majd egy elemzést. Engem nagyon-nagyon megérintett a Gázolás című történet, nem is a történet, inkább a film, fantasztikus volt egyébként. És Ferrari Violettával készítettek, hát még a halála előtt, szerintem néhány évvel, vagy talán, hát jó lehet, hogy négy-öt évvel, nem tudom pontosan, hogy mikor ez az interjú, de már idősebb volt. És hát ő ugye, ő is elhagyta Magyarországot annak idején, és uh, ugyanezt mondta el, amit én is el fogok ma mondani, hogy a magyarokban sajnos van egy nagyon erős, erős irítség, persze nem akarok általánosítani, tisztelet a kivételnek, de hogy már, hát ő is ezt tapasztalta annak idején. Bár jó kérdés, hogy ezt az interjút mikor készítették, szerintem az ezredforduló után, nem tudom pontosan, hogy mikor, tehát igen, ő is megélte még azért ezt a fajta időszakot, és erről beszélt, hogy a közöny, az irítség, a féltékenység nagyon erősen megfogalmazódik a magyar emberekben sajnos, míg mondjuk lehet, hogy külföldön ez nem, hogy ez nincs így. És hogy az emberek összetartanak, segítik egymást, és hogyha látják azt, hogy valaki alkotó, és szabadon úszó egyéniség, akkor, hát akkor lehet, hogy őt még istenítik is. El fogom mondani, hogy nálam ez hogyan alakult ki, vagy hogy hozzám hogyan viszonyulnak azóta, amióta, amióta szabadúszó vagyok, és ezt a programot viszem, vezetem, és amióta a pandémia, mint olyan felütötte a fejét. Na most nem csak Ferrari Violettet kell megemlíteni, hanem eszembe jutott még természetesen Latinovics is. Hát a Latinovics is erről beszélt már a 70-es és a 60-as években, rá is nagyon sokan féltékenyek és irigyek voltak, és hát tudjuk azt, hogy neki is milyen küzdelmei voltak, úgymond a szakmában, a szakmájában, pedig hát ő volt a színész királya, a legismertebb, az egyik legismertebb és az egyik legfoglalkoztatottabb színművész, és aztán ugye rendező is. De ő is ugyanerről beszélt. Hát ő is egy nagyon nagy egyéniség volt, nagyon karakán személyiség, valaki, aki mindig elmondta, kimondta a véleményét. Azt is tudjuk, hogy a mai világban sem szeretik azokat az embereket, akik kimondják a véleményüket, hát úgy, ahogyan például engem sem. Igen. Na most arról kell beszélni, hogy még mielőtt elindult ez az őrület, előtte, ahogyan mondtam, nagyon-nagyon sokan kerestek meg, több százan. Alig győztem visszaválaszolni a levelekre. Viszont azt is észrevettem, hogy a legtöbb ember igazából csak saját magára volt kíváncsi, emek konzultációk által. Amikor már arról volt szó, hogy alkossunk közösséget, készítsünk közös munkákat, riportokat, filmeket, felvételeket, bármit, vagy ha arról volt szó, hogy kezdjünk el együtt gondolkodni, tanulni, esetleg rendeljenek szellemi tételeket, amelyekből ők fel tudnak építkezni, és, és mesteribb szintre érnek, akkor ez a fajta dolog már nem igazán érdekelte az embereket, akikkel én konzultáltam, tisztelet a kivételnek, de, de azt vettem észre, hogy a legtöbben igazából csak saját magukra voltak kíváncsiak. És ezért kerestek meg. Ezért kerestek meg. Hogy mondjuk készítsek nekik különböző elemzéseket önmagukról. Meg persze nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennük, amelyeket felé intéztek, de ahogyan mondtam, hogyha már arról volt szó, hogy ez a program hogyan és miképpen működik, amit én viszek ilyen régóta, és hogy ezt esetleg hogyan lehetne akár úgy támogatni, hogy, hogy mondjuk különböző megosztásokkal, akkor hát én azt vettem észre, hogy ez már nem nagyon ment. A legelején még voltak lelkes követők, akik nagyon erősen követtek, támogattak, sorra osztották meg, úgymond, az előadásaimat, a cikkeimet, állandóan levelet írtak, tényleg segítettek abban, hogy ezek a felvételek vagy anyagok sok emberhez eljussanak. Aztán, ahogyan mondtam, és nagyon érdekes, hogy pont utána szűnt meg ez az egész, miután az úgynevezett pandémia, mint olyan felütötte a fejét. Akkor mindenki bezárt. Ahogy mondtam, szerintem nem csak fizikálisan zárták be az embereket. Vagy sőt, hanem lelkileg, érzelmileg, tudatilag, mindenhogyan. Sajnos. És én azt vettem észre, hogy azóta sem nyitottak ki. Azt nem mondom, hogy nyitottunk ki, mert én nyitott vagyok, és folyamatosan beszélek, és ma is visszaválaszolok különböző levelekre, ha megkeresnek, de, de ez igazából lecsökkent a tizedére. Mert ennyire hatott úgymond a manipuláció, sajnos, ennyire eltérítették az embereket, és most már tényleg szó szerint, szerintem az emberek írtoznak egymástól, nem mernek egymáshoz közel menni, és nem csak azért, mert vannak különböző vírusok a Föld bolygón, amelyek eddig is voltak. Szóval, hát ezt nem is értem. Tehát vírusok mindig is voltak, és ennél ezerszer több fajta, féle változat ütötte már föl a fejét, csak soha nem foglalkoztak ezzel ennyit, mint most. Szerintem nagyon sok mindent szándékosan generáltak. A félelmet, a félelemeket biztosan. Azért, mert ezt akarták el, elérni, pontosan azt akarták elérni, hogy az emberek ilyen szinten elidegenedjenek, és hogy ne csak magyar közlönyök, hanem magyar közöny is legyen, sajnos. Ahogyan mondtam, szerintem ez nem minden egyes területre és országra jellemző, de a magyarokra nagyon, és erről nem csak én beszélek, nem csak nekem vannak ilyen tapasztalataim, hanem ahogyan mondtam, sok más alkotónak is meg kell nézni azt, hogy a mai alkotók miről beszélnek. Szerintem ugyanarról, amiről én ugyanarról. Azt is mondhatnám, hogy szerintem ez egy meddő ügy. Én azt érzem, hogy eljutottunk egy olyan állapotba, hogy minden, vagy nagyon sok minden meddővé vált. Meddővé. Pont. Kész. Ennyi. És lehet, hogy nagyon sok mindent nem is lehet már visszafordítani. Persze beszélgethetünk és álmodozhatunk például Pálmával is azzal kapcsolatban, hogy milyen jó lenne megint a 80-as években élni, és ilyen közegekben, viszonyokban működni, de szerintem ez egy lehetetlen vállalkozás, sajnos. Ezért csak nosztalgiázni tudunk. Mondjuk úgy, hogy számunkra, 40 év fölötti emberek számára mi maradt a nosztalgiázás. Igen, igen. Eljutottam oda, hogy olyan szinten nosztalgiázom <laughs> 40 és 50 között, mint egy 80 éves ember. De ez azért van, mert ennyire kifordult a világ önmagából azóta. És azért, mert olyan erős korszakon mentünk végig, és olyan viszontagságokon, és annyi mindent láttunk, annyi mindent tapasztaltunk, hogy ideig jutott el az ember. Jó, nem biztos, hogy mindenki. Nyilván, hogy a mai fiatalok, a 20 évesek ezt nem értik. Nem értik. Nem tudják, hogy, hogy milyen volt annó, akkor. És ezt észreveszem az ő, úgymond lelkiállapotukon, meg azon is, hogy ők miket nyilatkoztatnak ki. Vannak olyan fiatalok, akik engem meg szoktak keresni, és mondjuk ilyen 21-nehány évesek, tehát majdnem, hogy csak a gyerekeim lehetnének, de lehetnének a gyerekeim is, például igen. Nem értik azt, hogy miről beszélek, mert, ahogy mondtam, ők még a, a, a korábbi rendszereket nem élték át. Tehát nincs összehasonlítási alapuk. Nincs összehasonlítási alap, nincs. Tehát nem tudnak viszonyítani. Ők csak azt látják, ami most jelen van, mert ők egy ilyen korszakba születtek. Egy ilyen démoni, elidegenedett, erkölcstelen, értéktelen válságba. Mert nem csak gazdasági válság van, tehát nem csak arról kell beszélni mindig csak arról, hogy ó, gazdasági válság van, nem. Nagyon erős erkölcsi válság van, értékválság van, morális felborulás van, elidegenedés van, mert ahogyan mondtam, az emberek most már nem csak fizikálisan tartanak egymás között hatalmas nagy távolságokat, hanem lelkileg is. Persze, ahogyan mondtam, nem gondolom azt, hogy ez mindenkire igaz lenne, de hogy nagyon nagy mértékben eltávolodtunk egymástól, vagy sokkal távolabb élünk most már egymástól, mint anno, az biztos. Szerintem ezt mindenki érzi a saját maga lelki állapotán. Hát én is érzem. Hát én is érzem. Tehát most már én is ezerszer óvatosabb vagyok, mert nagyon sokszor úgymond megégettem magam, nagyon sok... Hát negatív ügyben voltam, vagy kellett lennem, mert nagyon sok negatív emberrel találkoztam, nagyon sok emberben csalódtam, igen, rengetegben, talán még azokban is, akikben annó megbíztam, sőt, biztos, és ma már az emberek nem igazán nyitnak, lehet, hogy a boltokat kinyitották, a konditérmeket, az üzleteket, a mozikat, de az emberi szíveket valahogyan nem azokat elfelejtették. Vagy lehet, hogy mi felejtettük el kinyitni a saját magunk szívét. Vagy lelkét, nem tudom. Ez az egész úgymond bezárult, hogyha mondjuk én lennék a vezető, az ország vezetője például, vagy egy nagyobb terület vezetője, akkor én azt is szorgalmaztam volna, hogy hogyan nyissuk ki újra a szíveket, a lelkeket, hogyan boronáljam össze újra az embereket? Hát lehet, hogy ezért kaptam kilenc évesen azt az úgynevezett kitüntetést, vagy elismerést, mert hogy már akkor is lehetett érezni a lelkemen, a lelki világomon, hogy én egy ilyen beállítottságú emberke vagyok. Lény. <laughs> Valaki, aki ide teleportált a saját magát fizikumba, lehet, hogy pont azért, mert ezeket a viszonyokat kellett látni élőben is hogy legyen tapasztalat. Igen. Hát én azt gondolom, hogy pont ö, ama korszakba jöttem ide újra. Ö, hát egyrészt, amikor még szerencsére sokkal jobb viszonyok voltak, tehát én még azt a korszakot is átélhettem, meg a mostanit is. Tehát ö, igen, ö, mondhatom azt, hogy ö, nyilván nagyon nagy a kontraszt a két állapot között, vagy korszak között, ö, de nyilván az sem véletlen, hogy mindkét fajta változatot az embernek látnia kellett. Ahogyan mondtam, szerintem akik az előző rendszerben születtek, és még ma is itt vannak, ők nagyon nem tudnak azonosulni a mai világgal. Tuti, hogy nem. Tuti, hogy nem. Hát ahogyan mondtam, szerintem azok, akik hát minimum olyan, hát minimum 30-40 évesek, de én azt mondom, hogy inkább a 40-es korosztály. Vagy hát a, és akik még ugye ennél idősebbek. Akik mondjuk a 70-es, 60-as, 80-as években születtek, vagy még korábban. Hát jó kérdés, hogy mi lesz. Jó kérdés az, hogy ezt a nagyon erős úgymond magyar közönyt hogyan lehetne átfordítani, vagy visszafordítani. Ö amit én látok a saját programommal kapcsolatban, az az, hogy, hogy nagyon sokan eltávolodtak. Vannak olyan emberek, akik különböző levelekre sem válaszolnak, különböző megkeresésekre, vagy akikkel nem lehet beszélgetni, nem lehet kérdezni sem ma már, mert sok ember számára sértő. Sértő az, hogy te valamit kérdezel. Te ne szóljál hozzá. Hagyjad őt békén. Kész pont. Nem kell kommunikálni, nem kell beszélgetni, nem kell kérdezni. Hát, hogy mondtam, ideig jutottunk el. Na, hát ezekkel a viszonyokkal nagyon nehéz mit kezdeni, mivel mi nem egy ilyen korból származunk. Mi egy olyan korból jöttünk, vagy szálltunk alá, eh, ahol még az volt a természetes, hogy egyben vagyunk és voltunk. És nem az, hogy külön, nem az, hogy száz méteres távolságokat tartva, hogy Egymás szavát kifordítva, és a másikat megalázva, kiröhögve, kigúnyolva, stb. stb. Nálunk ilyen például az általános iskolában nem is volt, nekünk ezt nem engedték meg. Soha senki nem csúfolt senkit. Mert abban a pillanatban, hogyha ez esetleg valahol felütött a fét, már kiemelték azt a gyereket, már megfogták, már bevitték, és nagyon keményen, hát azt nem mondom, hogy eljártak veled, de, de hatottak rá, mert akkor ilyen szakemberek voltak, olyan emberek voltak, akik ezt nem engedték meg. Persze tudom, hogy ma is vannak ilyen emberek, és ők sem engedik meg, mert pedagógusokkal is beszélgetek, de hogy a mai gyerekekkel sokkal nehezebb, az biztos. Ezt nem egy, nem két pedagógustól hallom, Hát olyan dolgokat megcsinálnak a mai gyerekek, hogy egyszerűen őrület. De miért? Azért, amit mondok, mert ennyire elburjánzott, ez a nagyon sok negatív erő, és azért, mert szerintem hatalmas közöny él, és persze mondhatjuk azt, hogy nem csak ebben az országban, hanem szerintem igazából mindenhol. De számomra nagyon furcsa, hogy hogy lehet valaki ennyire közönyös. Hogy, hogy hogyan lehet az, hogy... Mondjuk valaki minden áldott nap alkot és ad valamit évek óta több millió féle dolgot vázol föl, és hogy, hogy ezt az egész munkát milliót nagyon sokan semmibe veszik, pontosan azért, mert hogy ők ebből nem tudnak kamatoztatni, szakítani, ez nem konkrétan róluk szól, nem saját magukkal foglalkozhatnak közben. Igen, amit mondtam szerintem azzal fajta tendencia alakult ma ki nagyon erősen, hogy nagyon sok ember csak azzal foglalkozik, ami róla szól, ami által csak saját magát teheti előtérbe. Azt is nem, hogy egyfajta önimádat van. Nézzük meg azt, hogy nagyon sok ember milyen szinten majmolja saját magát az interneten, hogy mennyire kivetkőztek saját magukból, de ugyanakkor meg a közöny ott van. Hát ez nagyon furcsa, ugye? Hogy egyrésztről vannak olyanok, akik akik állandóan szerepelnek minden egyes másodpercben, de mégis közönyösek. Egy másik ember dolga iránt. A saját dolguk iránt nem. Az fontos, az, az, az van első helyen. És mindenek előtt. De egy másik, egy harmadik, egy negyed, negyedik ember vállalása, az meg már szinte sehol. Sőt, mondok még valamit, azt már észre sem veszik, sőt, úgy csinálnak, mintha ez nem is lenne. Tehát semmibe veszik az emberek egymás munkáját, lényét, lényegiségét. Nem mindenki, de sokan. Mondhatnám azt is, hogy ez a jó magyar közöny. Sajnos. Ami lehet, hogy hungarikum. Mávált, vált, meg kellene kérdezni a külföldieket, hogy ők most hogyan látják a magyarokat. Hát annak idején én is beszélgettem külföldiekkel, meg, meg, meg jártam különböző országokban, persze, de hát, ahogy mondtam, a régi korszakokat nem lehet összehasonlítani a maival most kellene úgymond kimenni az utcára, interjúkat készíteni, akár ezekről a lelki állapotokról is. Hát ha nekem lennének eszközeim, én már legalább 50 ilyen interjút készítettem volna, már mint ilyen filmet. Nem 50-et, kb. 50 ezret. Én minden nap kimennék, és minden nap forgatnék, ha lennének hozzá eszközeim. És meg tudnám csinálni azt, hogy mondjuk nagyon sokat utazhatnék. Magyarán, hogyha ezt tudnám finanszírozni, akkor én ezt csinálnám. Mert nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a mai emberek lelkiállapota milyen, arra, hogy ők hogyan látják az itteni viszonyokat, és arra is, hogy mondjuk egy külföldi hogyan látja a magyarok, magyarok lelkiállapotát. De igazából, hogyha megnézzük a különböző hozzászólásokat, akkor ezt lehet látni. Hát szerintem úgy nagyjából mindenki ki van készülve. És annyi, annyi, gyűlölet szakadt föl, és annyi negatív erő, és olyan ellenségeskedés, hogy igazából én nem csodálkozom azon, hogy ma olyan helyzet van, mint amilyen. Mert ez a nagyon sok negatív energia bizony összeadódott, és hát ebből lett az, ami. És ebből lett maga a távolságtartás, ebből alakult ki az elidegenedés, a közöny, és az, hogy igazából szerintem az emberek jó része csak saját magára kíváncsi, semmi másra és senki másra. Nulla, nulla. Magyarán, ahogyan mondtam, nagyon sok meddő ügy van. Igen. Hát mondjuk azt, hogy meddővé váltunk, szerintem sok szempontból. És hát mondjuk 40-50 évesen, amikor az ember ideig eljut, akkor, akkor felteszi azt a kérdést, hogy hát, hogy, uh hogy mi lesz tovább hogy ezek után mi lesz, nagyon sok mindenről szerintem le kell mondania a maikor emberének, nyilván, mert mert teljesen másfajta viszonyok és közegek között élünk és működünk. Tehát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból igazodni kell ezekhez a változásokhoz. Persze nem jó, de meg kell tenni, mert ha valahogyan túl akarjuk élni ezt a korszakot, és meg akarunk maradni, és valahogyan át akarjuk saját magunkat örökíteni, hát remélhetőleg mondjuk az aranykorba, hát ha lesz ilyen, akkor valahogyan ezt ki kell bírni, és valahogyan igazodni kell, Persze nem gondolatiságban, meg lelkileg, de fizikálisan mindenképpen. Nekem is el kellett azt fogadni, hogy nagyon sokan Úgymond elpártoltak eme a programtól, lehet, hogy megunták, nem tudom. Igen, mondta valaki azt nekem egyszer, hogy lehet, hogy az elején még ez a, ez a dolog, amit én vittem, ez nagyon egyedi volt, nagyon különleges, és lehet, hogy most is az, csak hogy már lehet, hogy ebbe beleuntak. De hát. Minden egyes csatornán minden nap vannak különböző adások, felvételek. Nem értem, hogy miért nem fogadják el azt, hogy mondjuk én is minden nap tudok egy-egy ilyen felvételt vagy hanganyagot produkálni. Szerintem nagyon sokan irigyek, féltékenyek. Én ezt vettem észre, az ismerősök is, a volt kollégáim is, tehát látják és tudják azt, hogy mivel foglalkozom, de nem támogatnak még egy megosztással sem. Hát ez. A jó magyar közöny, mondjuk így, persze a jó szó nyilván, hogy idézőjelben van, átvitt értelemben kell érteni, de sajnos lehet, hogy lassan ez a fajta jelenség is felkerül egy bizonyos listára. Hogyha te Magyarországra jössz, akkor bizony a jó magyar közönnyel is lehet, hogy találkozni fogsz, és nem csak mondjuk a, a gulyással. Egyébként, hogyha már ételről beszélünk, akkor én azt is észrevettem, hogy nagyon sok esetben sajnos kihasználják az embereket, és hát valaki azt szokta mondani, hogy a mai világban szabad rablás van. Én nem nagyon szeretek már különböző éttermekben vagy kifőzdékben enni, én minden nap főzök. Annak idején nagyon sokat jártunk különböző éttermekbe, kifőzdékbe, rengeteg helyre, és volt egy olyan időszak, amikor én nagyon sokat rendeltem, mivel reggeltől estig ugye forgattam, nem voltam szabadúszó, ergo nem volt időm főzni. Akkor még valamilyen szempontból lehetett, mert még elfogadhatóbb árak voltak, és mondjuk nem egy kanál levest adtak 5000 forintért, de most nagyon kisarkítom ezt az egészet. Én azt látom, hogy már sajnos eljutottunk oda, hogy a termékek egyre kisebbek és silányabbak, de egyre drágábbak, és most már annyi pénzt kérnek el, akár egy falat ételért is, amit nem lenne szabad megengedni. Múltkor láttam egy olyan fotót az interneten, miszerint egy kiló cseresznye 8000 forint. Aztán valaki megfejelte még ezt, a, ezt az összeget, és lefotózott egy olyan. Jelenséget, ami arról szólt és azt mutatta, hogy ki volt írva, hogy egy kiló cseresznye 12 ezer forint. Gyerekek, ideig jutottunk? Hát ez szégyen. Hát emlékszem arra, amikor gyerekként még a különböző cseresznye fákon ültem fönt, akár a legtetején, és rogyásig volt egy-egy facseresznyével, és már cseresznye mérgezésem volt zabáltuk. Minden fülemen ott lógtak, ugye, a cseresznye párok, és hát napokig szedtük. Eljutottunk odaig, hogy 8000 forint, vagy 12000 forint egy kiló cseresznye, és akkor lehet, hogy ez még csak a kezdet, na de hát, aki ennyiért árul egy kiló cseresznyét, az most bocsánat, hogy ezt megkérdezem, de nem szégyeli magát? Vagy, vagy beszéljünk arról, hogy vannak olyan termékek, illetve szerintem most már minden, ami a duplájába kerül, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Hát, na, ezért van az, ami van. Ezért van az, hogy, hogy az emberek egyszerűen már nem, hogy egy másik embere nem kíváncsiak. Igazából szerintem lassan már semmire, csak arra, hogy ők hogyan tudnak túlélni, megvenni a ennivalót, kifizetni a lakatást, a gyerekeket ellátni, és slussz. Mondhatnám azt is, hogy bezárult a kör. Ha az emberek nem élnek kiegyensúlyozottan, és állandóan meg kell küzdeni minden egyes levegővételért, mert azért is meg kellett küzdenünk, nem igaz? A maszkokban, hogy én kibírjam mondjuk a különböző helyzeteket, vagy akár egy-egy bevásárlást a maszkokban, majd megfulladtam, és úgy jöttem ki egy-egy boltból, mint egy, nem tudom én, egy búvár, akit belakartak akartak fújtani a vízbe. És kapkodtam a levegőt, és azt mondtam, hogy én ezt nem bírom ki hát képtelen vagyok így normálisan gondolkodni, meg mindent átgondolni, gondolni, hogy mit kell venni, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, nem melesleg azt sem értették, hogy én mit akarok, nem kaptam levegőt, hát egyszerűen ez őrület. Őrület, hogy ideig eljutottunk 2021-re, 2-re, és még sorolhatnám a dátumokat. Tehát, hogyha meg kell küzdeni minden egyes levegővételért, akkor az ember közömbössé válik és bezárul. És azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy az ember valamilyen szempontból eltemeti saját magát. Lehet, hogy valamilyen szempontból ez megtörtént, nem tudom, jó kérdés. Persze, én azt gondolom, hogy mindig föl lehet állni. És mindig el lehet indulni. És a közönyt át lehet alakítani. Figyelemmé, szeretetté, empátiává. És emberséges magatartásá, de sajnos nem ez a cél. Én nem látom azt, hogy erről mondjuk plakátokat készítenének, és mondjuk olyan plakátok lennének a városokban, hogy szeressétek egymást gyerekek, hogy öleljük át egymást, hogy ne tartsunk távolságot, hogy béküljünk ki, fogjunk kezet. Hol vannak ilyen plakátok? Miért nem ezt kommunikálják? Miért nem ez a cél? Nekik miért nem ez a céljuk? Miért nem az a cél, hogy az emberek összeadják a pozitív energetikájukat? Csak nem félnek valamitől. Csak nem félnek ezek az emberek a szeretettől, és attól, hogyha esetleg a magyarok újra szeretnék egymást, és nem lenne közöny, irítség, féltékenység, hogy akkor valami történne? Vajon mi történhetne akkor? Mi történik akkor, ha két ember mondjuk egymásba gabajodik? Hát sok minden történhet. Lehet, hogy születik valami új dolog, de mindenképpen valami csodálatosabb, eredetibb, ami maradandóbb, és ami nagyon fontos. Én ezt szorgalmazom, de lehet, hogy egyedül nagyon kevés vagyok ez a történethez, és azt sem értem igazából, hogy manapság miért nem segítik mondjuk az én munkámat, legalább csak annyival, hogy megosztanák ezeket a felvételeket. Igazából az elmúlt két év alatt alig volt ilyen cselekedet. Egy-két ember néha-néha egy-egy ilyen felvételt megosztott, de s -s -s más nem. Hát én szoktam osztogatni, annyi energiát ölök eme ö, program fenntartásába, hogy ezt nem is tudom elmondani. De... Hát azt kell látni, hogy sajnos nagyon sokan úgymond behúzták a fülüket, farkukat, és, és totál közömbössé és közönyössé váltak. Sajnos. Én ezzel a fajta magatartással nem tudok mit kezdeni. Sokszor úgy vagyok vele, hogy itt hagyom ezt az egészet. Tényleg, tehát bennem most már nagyon erősen megfogalmazódott ez. Itt hagyom ezt az egészet, abba hagyom, kivonulok valahova, kiköltözöm az erdőbe, mondjuk, és megismerkedem az állatokkal, a növényekkel, és majd kémlelem az eget, és minden nap úszom a tóban, puritán életet élek, de senkinek nem veszem föl innentől kezdve a telefont, senkinek nem válaszlok, nem fog érdekelni az, hogy itt mi van, kész, pont, befejeztük. Hát igazából ezt is meg lehetne csinálni, nem? Tehát abba lehetne hagyni. Jó kérdés, hogy az ember miért nem hagyja abba. Szerintem azért, mert engem a közöny, a közönyösség, a közömbösség sosem érdekelt. Mondjuk azt, hogy pont, hogy a... a az ellentéte az, ami érdekel, vagyis az érdekel, hogy hogyan lehet kohéziókat létrehozni. Lehet, hogy fizikálisan ezt nem tudjuk megtenni, de energetikailag, lelkiségben, szellemiségben igen. És ha így tudjuk most megtenni, akkor tegyük meg így. Mert, ahogy mondtam, nem mindenki tud vagy akar fizikálisan kapcsolódni. Oké, okay, rendben van, ne kapcsolódjunk így. Nem kell így kapcsolódni. De szerintem az mindenkinek a kötelessége lenne, hogy az éteren keresztül, ha már van és létezik, pozitív energiákat áramoltasson, mert ha ilyen sok negatív energia szabadul fel, mint amennyi felszabadult, annak is megvan a következménye, ez lett a következménye. De ez nem egy mostani folyamat eredménye, ez már legalább egy tíz éves, hosszú kamino folyamat jelenség eredménye. Igazából azt is mondhatnám, hogy ezt lehetett tudni. Lehetett azt tudni, hogy ideig eljutunk, és hogyha nem változtatunk különböző dolgokon, akkor, akkor, akkor ideig jutunk. Egyébként szerintem mindenkinek azt kellene megkérdeznie saját magától, hogy ki miért eme korba született, és hogy ezzel mi a feladat. Hogy nekem mi a feladatom azzal, hogy átéltem, vagy átélem ezt a nagyon viszontagságos, démoni, értéktelen, válságos időszakot. Én úgy érzem, hogy valamilyen szempontból rátaláltam, úgymond erre az útra, és tudom, hogy mi a dolgom, ez a dolgom. Mert ha más lenne a dolgom, akkor más lehetőségeim lennének. De. Én azt gondolom, hogy a jó Isten is azt akarja, hogy én ezt csináljam, és én hallgatok rá, mondok még valamit, most már szinte csak rá hallgatok. Mert nála van az igazság. Tehát mindenkinek erre a fajta közegre kellene hallgatnia, szerintem. Hát jó kérdés az is, hogy a magyar közönynek hányadik példányát, számát jelentettük meg most. Az is lehet, hogy valamilyen szempontból én a 812-et de ha a cikkeket is ide számoljuk, akkor akkor már majdnem a 2000-et, vagy többet nem tudom. Mert lehet, hogy minden egyes felvétel erről szól, vagy lehet, hogy minden egyes felvételnek ez az alapja, hogy egy ilyen korszak van, és hogy az elidegenedés az bizony megtörtént, megtörtént. Ez, meg, ez megtörtént, más nem tudott megtörténni, sajnos. Ez megtörtént, igen, igen. De a kapcsolódás, a szeretet, az egymásra való odafigyelés, a törődés, az empátia, a humánum, az összefogás, az valahogyan nem tud megtörténni, vagy csak részben, kevés helyen, ideig óráig, Nyögvenyelősen, immelámmal, de nem ezerszázalékosan, ahogy ezt művelni kellene. Mert így kellene művelni. Én azt mondom, hogy az embereknek szenvedélyesen kellene egymást szeretniük. De ez nincs így. Sőt, én azt mondom, hogy hát nagyon nincs így. Ettől nagyon távol vagyunk, távol tartunk. Öh, azt is mondhatnám, hogy az emberek szinte már szenvedélyesen utálják egymást, akár ránézésre is. Elég csak valakire ránézni, nem? Hát tudjuk, hogy ő milyen, hát nyilván. Akkor nagyon sok minden már átjön, lejön. És lehet egymást utálni, meg elutasítani, meg nem odafigyelni, meg nem segíteni, meg csak a saját dolgunkkal foglalkozni. Hát igen. Mondhatnám azt is, hogy nem váltunk felnőtté a 80-as évek óta, mert ez nem felnőttség. Nem nőtt föl. Úgy mond ez a korszak, vagy ez a világ, vagy ez a szegmens. Hát nem tudom, hogy az emberiség felnőtte. Biztos, hogy sokan felnőttek már azóta, de sokan nem. És hogyha az össztársadalmi viszonyokat vizsgáljuk, akkor hát jó kérdés, hogy erre ki mit mond. Én tudom rá a választ, de Mindenkinek meghagyom a szabad döntési jogot, hogy ki hogyan vélekedik erről a jelenségről. Vannak olyan emberek, akikkel annó még szorosabb kapcsolatot, kapcsolatokat ápoltam. Lehettek ezek ismerősök, kollégák, volt osztálytársak, rokonok, bárkik. És ahogyan mondtam, még eme időszak előtt jobban összetartottunk, megkérdeztük egymást, hogy ki hogyan van, <laughs> például. Hát volt odafigyelés, aztán ez az egész kikopott, elkopott. Igen, valami nagyon kikopott, vagy kiveszett a mai világból. Aztán egyre többen távolodtak el, egyre kevesebb emberrel lehetett már kommunikálni, konzultálni, és azt mondom, hogy lehet, hogy eljutottunk odaig, hogy ma meg már nagyon nincs is ilyen, nem tudom. Van, hát talán egy-kettő nem, talán van, de ezeket a, ezeket a kapcsolatokat is nagyon erősen kell tartani, hogy, 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 hogy ne vesszenek el. Mert ezekben is érzem azt a fajta szakadást, ami ami nagyon sok, sok helyen már létrejött. Én próbálom mindig ezt így gyorsan így vissza, visszaállítani, vagy megkötni. Ha el is szakad, akkor újra kötni, nem elengedni. Dú, de ez nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz a mai világban. Én nagyon sok embert elengedtem. Rengeteg embert engedtem el, mert azt láttam rajtuk is, hogy bizony, az a nagyon erős közöny, olyan szinten begyűrűzött az életükbe, hogy, hogy nem volt más választás. Nem volt más választás. Több felületem van az interneten. Van egy olyan csatornám, a Méda felület, ahol több mint ezer követő van. Jó, tudom, hogy ez a celebekhez képest vajmi kevés, de Hát, hogyha azt veszem alapul, hogy amikor legelőször létrehoztam ezt az oldalt, még csak 60 követőm volt ahhoz képest, mondjuk az 1100, az sok, nem? Meg én őket is becsülöm, hogy követnek, és hogy nem hagytak itt, mondjuk az elmúlt időszakban. Viszont azt látom, hogy semmivel nem lehet nekik örömet okozni. Pedig én tényleg nagyon igyekszem. Tehát én most már szinte minden egyes válfaját felvonultattam ennek a történetnek. Egyszerűen már nem tudom, hogy mit adjak át, osszak meg, hogy, hogy az emberek örüljenek, vagy jól legyenek, vagy látnék valamiféle reakciót. Na, ez az, amit mondok, hogy a reakció, mint olyan, szerintem megszűnt. A reagálás, az, az, az ma már nagyon nincsen. Vagy ha van, akkor egyből ugranak, ugye? Te, 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 te ne nézz oda, ne kérdezz, ne fordítsd oda a fejed. Feléjük, mert már ugranak. Mert azt feltételezik, hogy te már rosszat akarsz, meg sem várják azt, hogy te mit akarsz kérdezni, vagy hogyan próbálsz közelíteni. Nem, rögtön támadnak, ugranak, és elzavarnak, takarodj innen. Ó, hát ezt a szót szerintem a mai világban nagyon sok ember megkaphatja, akárhol, bárhol. Az is lehet, hogy mondjuk te bemész egy boltba, és tényleg csak vásárolni szeretnél, teljesen ártatlanul, és egy olyan ügybe keveredsz, hogy azt sem tudod, hogy, hogy mi van veled. Nagyon érdekes ez. Illetve nem azt mondom, hogy érdekes, nagyon szomorú. Hogy tényleg nem lehet már senkitől semmit megkérdezni. De még a szomszédtól sem. Még azoktól sem, akiket lehet, hogy 20-30 éve ismerünk, mert már ők is bezárták a kaput, le is lakatolták, és, és nem nyitják ki, és nem fordulnak vissza. Hát igen. Ezek valóban szerintem meddő ügyek. Erre nem tudok mást mondani. Ez a jó magyar közöny képletesen mondva, értve, én azt gondolom, hogy a 80-as években egy ilyenfajta lapot, vagy jelenséget, aminek az a neve címe, hogy Jó Magyar Közöny, vagy A Magyar Közöny nem is lehetett volna kiadni, létrehozni, megjeleníteni. Mert azt sem tudtuk, hogy miről van szó. Nem ismertük ezt a szót fogalmat. De az elidegenedés fogalmát sem. És azt sem, hogy az embereknek miért kell egymást bántaniuk, teljesen ok nélkül. Persze tudom azt, hogy a pénzám az kell, az mindenhol kell, azt elveszik rögtön, azért oda nyúlnak, de csak addig, aztán elfordítják a fejüket. Egyébként még ilyen kisebb falusi boltokban lehet találkozni aranyos, normális eladókkal például. Én ilyen helyekre járok vásárolni, és mostanában nagyon jó, mert egy ideje különböző ilyen boltokban van úgy, hogy csak egyedül vagyok tök egyedül. És nem mindegyik olyan pici bolt. Például most is volt egy ilyen helyzet, hogy, hogy szinte egyedül voltam. Hát az eladókon kívül eme boltban is egyedül tudtam vásárolni. Jó, valamilyen szempontból ez csodálatos, fantasztikus, mert így az ember jobban tud koncentrálni, meg nem kell tülekedni. És itt még tényleg mondjuk azt, hogy humánusabb eladók vannak, és nem sértődnek meg akkor, hogy te bemész vásárolni, de hát nyilván őket is meg lehet érteni, mert tudom azt, hogy mennyire kihasználják, kizsigerlik őket, hogy napi 10-12-14 órákat dolgoznak, hát mondjuk 90 ezerért, nem tudom, hogy mennyiért, de, de embertelen munkákat kell elvégezniük, van egy olyan kisbolt, ahol szinte állandóan ki van írva évek óta, hogy eladót fölvesznek, hát kb. Pár hónapig bírják csak itt ki, vagy pár hétig, mert lehet, hogy reggel 6-tól este 9-ig be vannak zárva egy icipici helyre, egy levegőtlen helyre, és mindent nekik kell intézniük. Magyarán már már csak boltvezetőként is kell funkcionálni, és az is lehet, hogy. Hát azt nem mondom, hogy nem fizetik ki őket, de nyilván, hogy nem úgy, ahogyan kellene. Szóval nyilván, hogy nagyon sok ember. Elfáradt nagyon sok ember, lehet, hogy ezért vált közömbösé, vagy közönössé, mert nem bírják már a kiképzést. De nem csak fizikálisan, nem lelkileg sem. Lelkileg sem. Szerintem lelkileg sem nagyon bírjuk már. Ezért mondtam azt, hogy ezeket a pozitív energiákat valahogyan össze kellene adni, nem? Vagy össze kellene boronálni, vagy saját magunkat kellene összeboronálni. Azokkal, akik mondjuk még így gondolkodnak, és egymásnak erőt adni. Mert szerintem fel tudnánk egymást tölteni. Hát én próbálom. Tehát próbálok így működni, különben nem dolgoznék ennyit. És nem konzultálnék ezekkel az emberekkel, és nem válaszolnék vissza már az ötödik levelükre is, és mondjuk nem figyelnék arra, hogy ki mit jelenít meg, és nem. Osztanám meg ezeket a felvételeket rengeteg csoportba, hogy hátha, hogy hátha. Persze, oké, okay, lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez, ez igazából csak egy csepp a tengerben, és hogy ez nem sokat számít, de szerintem az odafigyelés az mindig sokat számít. És én folyamatosan figyelek oda, hát gyerekkorom óta, de a programom által 13 éve. Úgy, hogy mellette nekem is rengeteg mindent kell csinálnom azért, hogy ezt az egészet föntartsam. De ahogyan látom, sok esetben ez visszafele már nem tud működni. Nem tud működni. Mert, hát jó kérdés, hogy miért nem. Jó kérdés az, hogy mondjuk azok, akik megtehetnék azt, hogy például segítsék az én munkámat egy-egy megosztás, hogy miért nem teszik meg. Több száz ismerősöm van. Olyanok, akikkel annó együtt dolgoztam. Együtt. Végeztünk különböző cselekedeteket. Egy iskolákba jártunk egy helyre, sok helyre, bárhova. És nem. És nem. És nem. Mondom, úgy csinálnak, mintha ez az egész nem is lenne. Sőt, nem csak a programom, hanem a személyem sem. Tehát, mintha én nem is lennék. Nem is működnék. És vannak olyanok, akik ennek ellenére megkérdezik azt, hogy és te mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol. Igen, megkérdezik. És ajánlgatnak bizonyos dolgokat, pedig látják azt, hogy az ember mit csinál, hogy mivel küzd, hogy mit ad át, hogy mit jelenít meg. Több milliószor nem, ők ezt nem veszik észre, szándékosan nem veszik észre. Hát ez a közöny. Hogy magyar vagy nem magyar, hogy ez más országokban is így van-e vagy sem, arról most jelen pillanatban nem tudok nyilatkozni, mert, Hát én egy ideje nem voltam, vagy nem jártam külföldön, vagy ha voltam is, akkor nem ezt figyeltem, nem ezért mentem. Ezért mondtam azt, hogy szerintem kellene különböző interjúkat készíteni, akár külföldön is, és talán azt is össze lehetne hasonlítani, hogy más országokban lévő emberek lelkiállapota milyen, és a miénk milyen. De szerintem mi vagyunk a legutolsó, legrosszabb helyen. Vagy legalábbis, hát ott nagyon hátul, sajnos. Sajnos. De mondok valamit. Én azt mondom, hogy ebből föl lehet állni. Nagyon nagy erőt kell venni, de föl tudunk állni, szerintem, és meg tudjuk csinálni azt, amit akarunk. Én ezt érzem. Én föl fogok állni, és, illetve hát én nem, én azt mondom, hogy én most is felállva vagyok, vagy hogy mondjam, tehát ö, ö, nem álltam meg. Nem álltam meg, mert folyamatosan csinálom a dolgomat. De én azt mondom, hogy én nagyon bízom abban, hogy mindent vissza lehet fordítani. Én ezen vagyok. Igen. És hogyha lesznek olyan lehetőségeim, akkor meg is fogom csinálni. Nagyon sok mindent vissza fogok fordítani az eredeti mintaképbe. Igen. Igen. És nagyon remélem, hogy nagyon sok minden ugyanúgy fog működni, mint ahogyan például a 80-as években, de legalábbis az emberi kapcsolatok, igen. Mert én, én ezt fogom szorgalmazni. Mindenképpen. És ezt fogom előtérbe helyezni. Ezt fogom úgymond kommunikálni. Hát most is, hát mindig, folyamatosan. Csak mondjuk én ilyen óriás plakátokat nem tudok csinálni, illetve tudnék, de szerintem nem is az a lényeg. Hát szerintem nem óriás plakátokat kellene kitenni. Hanem azt kellene ösztönözni, akár különböző országos programok keretében, hogy az emberek béküljenek ki. Fogjunk kezet. Mindenki. Vagy Hát éppen azokkal, akik ott vannak mellettünk. Kezdjük el mondjuk a szomszédokkal például. Vagy kezdjük el az utcán ezt. És akkor egy idő után ez a kör úgymond bezárulna, ez a lánc így végigérne, és mindenki kezet fogna mindenkivel, vagy legalábbis lenne egy ilyen folyamat, vagy ez elindulna. De erről sehol nem beszélnek. Illetve azt nem mondom, hogy sehol nem, de de akik nagyon sok emberekhez, vagy nagyon sok emberhez tudnak szólni, és nagyon nagy úgymond befolyásuk van, ők biztos, hogy nem ezt támogatják sajnos. De miért nem? Miért nem? Miért nem? Szerintem inkább ez lenne a cél, vagy ez lenne a legfontosabb dolog, ezt kellene úgymond követni, hogy a magyar közöny, mint olyan eltűnjön, ebből fogalom tárból, és mondjuk legyen helyette magyar Szeretett. Jaj, de elcsépelt, ugye? Hát igen. Azt nem akartam mondani, hogy a magyar narancs, ezt akartam kimondani, de ezt nem mondom ki. Az ne legyen. Hát igen. Mi legyen helyette? Mondjuk legyen helyette édes euh, élet. Hát a narancs az nem mindig édes. <laughs> az általában nem szokott édes lenni. Én egyébként nem szeretem a narancsot. Semmi sem amúgy. De tényleg nem szeretem, hogyha már a, a gyümölcsről beszélünk, nem szeretem a narancsot. Nekem a narancstól általában elvásik a fogam. Mindenféle narancstól elvásik a fogam. Remélem, hogy lehet érteni. Mi az, amit szeretek, most ezen gondolkodom. Lehet, hogy ehhez kellene hasonlítani azt a fajta állapotot, amire az ember vágyik. Nyilván, hogy nagyon sokan egyfajta édeni állapotra vágynak, ami édes, mondjuk, és amiben összefogás van. De szerintem a szemléleteken kellene nagyon erősen változtatni, de ezt csak úgy lehetne megtenni, hogyha, hogyha mindenkit erre ösztönöznének, és hogyha nem akarnák ellehetetleníteni azokat, akik mondjuk még élnek, vergődnek, evickélnek, és mondjuk ilyen témákról beszélnek. Persze ők is csak úgy tudnak beszélni, hogy nyitottak egy-egy alternatív csatornát, médiát, úgy, ahogyan én. Én ezekről a témákról egyetlen egy műsorban sem tudnék beszélni, egyetlen egy televíziós csatornában sem, de újságokban sem. Mert próbáltam, és elutasítanak. Automatikusan elutasítanak. Jaj, hát ez nem hoz profitot, ebben nincsen pénz, ebben nincs semmi, hát ez így nem jó. Hát ebből ők nem fognak meggazdagodni, hogy én ilyen dolgokról beszélek, vagy írok, vagy készítek interjúkat. Ezt így lehet csinálni, ahogyan én csinálom. Hogy önzetlenül, és a saját csatornámat működtetve, szabadúszóként, önállóan, kitartva, betartva, mármint úgy, hogy hogy ezt a, ezt a programot nagyon erősen működtetve, fenntartva, állandóan mozgatva ezeket az energiákat, és néha csak néhány órát aludva, <laughs> hogy ez megmaradjon. Ez a program minden körülmények között van, és él, és működik, és fent marad. Hát látjuk. De ehhez az kellett, hogy felneveljem a saját hitemet, és hogy ebből táplálkozzam. Különben nem csinálom végig ezt az egészet. Mert mindig volt valami akadály, mindig le kellett küzdeni nagyon-nagyon kemény ügyeket. Nagyon kemény ügyekről kell beszélni. De az ember hite mozgat. Igen. Lehet, hogy jobb lenne egy olyan kiadvány, aminek nem az a címe, hogy közöny, hanem az, hogy hit. Én ezt szorgalmazom. És hogyha mindenki így működne, akkor az emberek újra visszatérnének egymáshoz, és szeretet élne, működne, és kiegyeznének, és sokkal jobban lennének, és nem csak arra lennének kíváncsiak, hogy ők milyenek, és nem csak saját magukkal foglalkoznának, hanem másokkal is. Másokat is szeretnének esetleg megismerni, de hát tudjuk azt, hogy ezt ma elérni, vagy kialakítani szinte lehetetlen tehát igazából nagyon lehet, hogy nem is kell megpróbálni. Lehet, hogy meg kell várni egy olyan időszakot, amikor ez az egész ö, ö, démoni kor jelenség elcsitul, persze közben is kell tevékenykedni, és akkor utána majd meg kell nézni, hogy hogyan lehet új alapokat létrehozni, hogyan lehet felépíteni egy sokkal békésebb világot. Nekem vannak tipjeim, ötleteim, amelyeket az elmúlt előadások kapcsán felvázoltam. Aztán, hogy ezek valóra válnak-e, vagy sem, hogy később mi lesz, ez nagyon sok mindentől függ. De én hiszek abban, hogy, hogy vissza lehet állítani a rendet, az eredetiséget. Lehet, hogy sok idő, lehet, hogy sokat kell érte tenni, de lehet, hogy pont ezért jöttünk ide, sőt, szerintem biztos. Az én vénámba úgymond ez van beleültetve, vagy mondjuk az, hogy az én önvalomban ez fogalmazódik meg. De ezt, ahogy mondtam, én már gyerekkorom óta tudtam. És azóta készültem erre a vállalásra. Folyamatosan treníroztam saját magamat, hogy ezt végig tudjam csinálni. Hát Isten segítségével, mert nélküle ez nem ment volna. Ezen energiák nélkül én ezt nem csinálom meg. Ez tuti, ez tuti. Szóval mindig ezekből az energiákból kell táplálkozni és az önhitet nagyon erősen föl kell nevelni, meg saját magunkat is, hogy ne legyen közöny, hanem érdeklődés legyen. Ne érdekkel, hanem érdeklődéssel forduljunk oda mások felé. Hát lehet, hogy ezt tanítani kellene, és lehet, hogy az iskolákban is inkább ezekről a tételekről kellene beszélni, mint sem mondjuk a matematikai képletekről, vagy a kémiai képletekről és a matematikai nem tudom én mikről, függvényekről, teljesen értelmetlen szerintem, mert, mert a mai világnak nem kémiai képletekre van szüksége, meg nem is függvényekre, meg függvénytáblázatokra, vagy már nem is tudom, hogy mik voltak ezek, Aj, de utáltam, fúj, gyűlöltem, mondjuk így, igen. Mert én már akkor is ezt kommunikáltam, és mondtam, és kiabáltam, hogy de nem ezzel kellene foglalkozni, meg kellene egymást ismerni, és ö, csapatokat építeni. Mert ö, az emberiségnek erre van szüksége, ezekre az erőkre, és nem olyan dolgokra, amelyek amelyek nem hoznak megoldást. Nincs megoldás, régóta nincs megoldás, sőt, egyre nehezebb ügyekbe kerültünk. És hát tessék, nézzük meg, hogy most mi van. Én nem akarok magyar közönyt. Viszont ezt szeretném, hogyha az emberek sokkal közlékenyebbek lennének. Hogyha nem utasítanánk el egymást. Mert rájönnénk arra, hogy mennyi közös dolog van bennünk. Rájönnénk arra, hogy, hogy ezeket a közös energiákat és gondolatokat együtt is tudnánk áramoltatni, mert így talán sokkal több emberhez eljutnának, és sokkal hamarabb kivirágozna ez a közeg. Igen, lehet, hogy inkább erről kellene beszélni, a virágokról hogy hogyan lehetne kivirágoztatni ezt az egész milliót, vagy ezt az egész korszakot. Igen, szerintem a korszakot kellene kivirágoztatni, vagy felvirágoztatni, de nem anyagilag, mert már annyi minden van ezen a földön, annyi kacat, annyi termék, nem kell több, a fele is elég volna, de szeretet energiából sokkal több kellene összefogásból, odafigyelésből, törődésből, szeretetből, szerelemből, mindenből, ami jó, ami pozitív, ami az egypólust szolgálja. A magyar egypólus. A magyar rend és értékek. A magyar morál. A magyar kiegyezés, a magyar béke, a magyar összefogás, a magyar humánum, Empátia, jóság, és elfogadás, bár lehet, hogy ezt már mondtam. Ilyen címeket kellene adnunk. Jó lenne, hogyha a következő előadásnak adhatnék egy ilyen címet. Mert már megérkeztünk, mert összefogtunk, mert kialakultak ezek az állapotok. Szerintem nagyon sokan ezért küzdenek. Ne adjuk föl. Bármi is lesz. Nem tudom, hogy mi lesz, illetve sejtem. De hogyha lesznek még nagyon erős ügyek, nehéz ügyek, akkor, akkor vigyük tovább ezt az egész missziót, vállalást. Ne adjuk föl, és ne vesszünk el, és valahogyan próbáljuk meg kamatoztatni ezeket a helyzeteket, hogyha lehet. Én bízom benne, hogy lehet. És abban is bízom, hogy nem csak az éterben találkozunk, hanem máshol, máshogyan, hogy az emberek aurájában nagyon sok minden összeér majd, hogy kinyílnak a szívek, hogy összekötetés lesz, és hogy a távolságtartás, mint olyan megszűnik, hogy ezek a démoni lelkek, lények ne érjék el a céljukat, ne hagyjuk nekik. Írjuk felül ezeket az erőket, és írjuk át a címeket, de főleg a magyar közönyt és az elidegenedést, és az irigységet. Rám senkinek nem kell irigynek lennie, és féltékenynek sem. Mert, mert ezt az utat bejárni nem volt könnyű. Sok mindenről kellett lemondani. Nagyon sok mindenről, olyan sok mindenről, hogy, hogy, hogy ezt nem kell irigyelni. Tehát nem kell irigyelni azokat az embereket, akik ma szabadúszok, akik ma egyénileg alkotnak, és mondjuk azt, hogy sok gógyjuk van, és sok mindent adnak át, és állandóan működnek, és dolgoznak, és valamit letesznek az asztalra, mert, mert nagyon sok olyan dolog van emögött, amiről sokan nem is tudnak. Tehát szerintem nem irigykedni kellene, hanem segíteni, támogatni, mert ettől mások is gazdagok lesznek. Sőt. De sajnos, ahogyan mondtam, az elmúlt egy-két évben ez a tendencia nagyon erősen lecsökkent. Nagyon-nagyon sokan arrébb álltak. Lehet, hogy azért, mert megunták, mert belefáradtak, mert, mert nagyon nehezen maradtak fönt. De hát szerintem mindenki nem, tehát szerintem mindenkinek nagyon erősen kellett és kell küzdenie. De hogyha elfordítjuk a fejünket, akkor ez sokkal nehezebb lesz és rosszabb. Mert mindannyian ugyanabban a korban élünk, és mindenkinek éppen ezért azt gondolom, hogy ugyanazt kell megtanulnia. Tehát a vállalás, a tanulnivaló közös. De nem közömbös igen, lehet, hogy a magyar közöny szót úgy kellene átírni, hogy a köz az maradhat, vagy a köző tag, előtag, de az eny betűt levesszük, és akkor marad az, hogy magyar köző, és mit tegyünk utána, milyen betűt? Hát szerintem azt, hogy hogy közös, tehát egy S betűt, ha az eny betűt kicseréljük S betűre, az már sokkal szebb. Bár ennek így még nincs túl konkrét értelme, akkor mondjuk azt, hogy tegyük mögé azt, hogy Ség, és akkor így lesz a magyar közönyből közösség. Közös ég, ami alatt egyöntetően Helyet foglalunk a mai korszakban, magyarán egységet alkotunk, csak lehet, hogy ezt nem veszük észre. Kár.